Szerbusztok és nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. A Képkocka, azaz közösségi filmklubunk kockáknak hetedik epizódjában, ahol stílszerűen a hetedik című filmmel fogunk foglalkozni. Nem tudom, hogy láttátok-e, eléggé valószínű, hogy láttátok, ugyanis egy ikonikus thrillerről van amúgy szó. És hogyha nagyon leszeretnénk amúgy egyszerűsíteni, akkor tulajdonképpen két nyomozó egy olyan sorozatgyilkos után nyomoz, aki a hét főbűnt szimbolizáló gyilkosság sorozatát valósítja meg tulajdonképpen, és bár ez nyilván rettenetesen egyszerű és leegyszerűsített megfogalmazás, ennél jóval több ez a film. Legfőképpen úgy gondolom, hogy a hangulat az, ami magával ragadó, és a maga sötétségével, bizarságával egészen biztos, hogy hogy beleég azoknak a tudatába, akik legalább egyszer látták a filmet. Úgyhogy nem tudom, hogy ti láttátok-e egyáltalán, vagy mi az ős élményetek így a, a, a hetedikkel kapcsolatban. Én emlékszem, hogy talán... Talán uh, gimnazista lehettem, um, negyedikes gimnazista, hogyha hogy, hogy kb. jól tippelek, hogy ha nem tévedek, igen, amikor először láttam a filmet, és akkor még nem rajongtam ennyire David Fincher ér, viszont nem, nem összetéveszthető gyakorlatilag ez a, ez a stílus semmelyik másik rendezővel. Na most az atmoszféra John Doe áldozatai körül is valójában árasztja magából ezt a lehangoló és kilátástalan hangulatot, vagy hívjuk bárhogy. Gondoljatok csak a, a, a bemutatott apró lakások ö, rettenetesen klaustrofób mi voltjára. A tapét, a színe, ö, ami mindenhol foszlik, szürke és, és fakósárga színek dominálnak mindenütt, ilyen sötét, zöldes, feketés színek dominálnak amúgy az egész film során. Ráadásul az egész városban folyamatosan esik az eső, kicsit olyan, mint a Batman filmek gyakorlatilag a város. Nem tudom, láttátok egyáltalán a hetediket? Csak hadd kérdezzem már meg, mert nem tudom kb. háromszor kellett megnéznem, hogy szeressem. Wow. Tehát, hogy gyakorlatilag te energiát fektettél abba, hogy, hogy, hogy megszeresd ezt a filmet. Miért akartad szeretni ezt a filmet? Nem tudom, hogy, hogy ez egy olyan film, amit, amit úgy, úgy szeretni kell -e, attól függetlenül, hogy szerintem zseniális, és, és imádom az ilyen jellegű alkotásokat. Tehát, hogy is mondjam, meglehetősen beteg amúgy az egész film. David Fincher filmjével kapcsolatban a legmeglepőbb az valójában nem a, 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 játék idő kétharmadánál, vagy vége felé bekövetkező csavar, ami a történetben van, hanem az, hogy valójában elkészült ez az egész film. A... A helyzet az, hogy Fincher ugyanis a végső megoldás halál, hogyha emlékeztek ugye a, arra az Alien filmre, utána kijelentette, hogy ha választania kellene a vastagbélrák, és a között, hogy még egy filmet leforgat, vagy rendezzen, biztos, hogy az utóbbi, vagy bocsát az előbbi mellett döntene. Ráadásul a, a, a hetedik forgatókönyvének számára is izgalmas változatát csak véletlenül kapta meg, és az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy a stúdió elfogadja -e a ö, <kül> tehát a stúdió elfogadja-e majd Andrew Kevin Walker forgatókönyvíró eredeti fináléját, mert Hát a stúdió jogosan aggódott amiatt, hogy egy ennyire nyomasztó és kilátástalan thrillernek alig ha lehet esélye arra, hogy pénzügyileg megérje leforgatni, megérje le vagy megérje vele foglalkozni. Na most nyilván furcsa ez az egész történet, mert ahogy, ahogy látom, ezek a, ezek a roppant ikonikus filmek azért sosem indultak olyan elképesztő kasszasikerként. Ott volt például a Harcosok klubja, az, az, is, az, is, egy olyan film volt, ha már Fincher rendezésről beszélünk, ami, 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 nem volt kassza siker, amikor megjelent, aztán mégis egy bizonyos idő után kultfilmé vált, és, és, hogyha jól emlékszem, akkor a DVD eladások hozták meg ugye a, a, az áhított sikert a, 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 harcosok klubjával kapcsolatban, ami a hasonlóképpen ilyen sötét hangvételű történet amúgy. David Fincher rendező arról számolt be, amikor Brad pitt ö, találkozott ugye a hetedik ö, film leforgatásával kapcsolatban, és ez most egy idézet, hogy hihetetlenül beindult, mire azt mondtam neki, hogy ez ö, nem egy nagy produkció, ez egy kis film beavatottaknak, közelítsük meg így. Egy kis ö, törékeny filmecske. Na most azért ez egy <laughs> eléggé... Tehát ezt a, ezt a szóhasználatot gyakorlatilag ö, ö, ezzel a filmmel kapcsolatban, vagy ezt, 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 a, ezt a szófordulatot egy törékeny kis filmecske, azért, hát na, roppant erősnek érzem, vagy nagyon-nagyon, hát hogy mondjam. Enyhének inkább. In in inkább mondjuk, hogy enyhének érzem. A törékeny kis filmecskével, ami mindösszesen 33 millió dollárból készült, végül több mint 300 milliót kaszáltak, és nem is feltétlenül nyertek el fontos díjakat vele. De végső soron a, a hetedik olyan alapmű lett, amiből szinte minden ö, 1995 után készült ö, horror, thriller vagy, ö, vagy, vagy krimi az hát vagy egyenesen lopott, vagy átvett azért dolgokat. Úgyhogy több, több filmen lehet amúgy érezni a hetediknek a, 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 a jegyeit. Ilyenek például a, a, fűrészfilmek, vagy ott van mondjuk a Homeland sorozatnak a főcíme, hogyha emlékeztek rá. Tehát ezer helyen gyakorlatilag visszaköszön a hetediknek a stílusa és a, a, a hangulata. A forgatókönyvét rendezők és színészek egész sora utasította vissza, mielőtt kikötött amúgy a, a, a párosnál amúgy a dolog. Többek között felkeresték Sylvester stallon t Nicolas cage Al Pacino-t, Kevin Costner-t, Michael Stripe-ot is, Denzel Washington-t is, és, és, ezek, ezek mind nem fogadták el ezt a történetet. pont azért, mert Denzel Washington például túl sötétnek és ördöginek találta amúgy a filmet, Pitt viszont a szenvedélyek viharában és az interjú a vámpírral után éppen egy ilyen lehetőségre várt. Tehát meg akart szabadulni ettől a, ettől a, Hosszúhajú, romantikus, szép fiú imástól, amihez a homofób, műveletlen Mills nyomozó szerepe amúgy éppen jól jött. Morgan Freeman és Pitt mellé szó szerint az utolsó pillanatban találták meg Kevin spacey akivel két nappal a forgatás megkezdése előtt állapodtak meg. Tulajdonképpen Spacey ötlete volt, hogy a gyilkos legyen kopasz, Fincher pedig szolidaritásból szintén kopaszra borot váltatta amúgy a, fejét abban az időszakban. Nagyon, nagyon érdekes háttér információk amúgy ezek, és nem, nem, is értem, hogy, hogy, például ezt, ezt, ezt Fincher miért csinálta, vagy, vagy csak poénból így egyszerűen, nem tudom. Azt, azt írott, hogy de nem, nem ez volt a kedvencem közülük, hanem akkor melyik? Hadd kérdezzek már vissza A hetedik úgy ö, tudott valójában melbevágó és eredeti ö, 10 per 10-es mestermű lenni, hogy egy, ö, hát ha belegondoltok, akkor egy rakás közhelyből építkezik. Tehát adott egy, egy, ö, egy idős, kiégett nyomozó Summerset, akit amúgy Morgan Freeman alakítam amúgy a filmben, akinek már csak egy hete van gyakorlatilag a nyugdíjazásig. A szabadság előtt mindannyiunknak ismerős érzéssel jár Ugye dolgozni, csak ne történjen semmi, ne legyen most már nagyobb gyilkossági ügy, semmivel se kelljen foglalkozni. Tehát ez a pár nap teljen úgy el, hogy semmi az ég egyet a világon nem történik. Na most tulajdonképpen az utódja egy fiatal és lelkes vidékről a csúnya nagyvárosba került uh, Mills nyomozó, azaz Brad Pitt, szinte mindenben, ha úgy vesszük, akkor ellentétei egymásnak a karakterek. Mm. Igazából, ha belegondoltok, akkor evidens, hogy, hogy, a kezdeti ellenszem után elkezdenek jóban lenni. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy roppant egyszerű és, és várható húzás amúgy Finchertől. Ja, hát nyilván a harcosok klubja ment nagyot nálad, hát nálam is egyértelmű. Szomerszet szóval amúgy báratára újabb gyilkosságok ö, kezdenek el történni a városban, így a páros kénytelen amúgy ö, a hét főbűn alapján gyilkoló elmebeteg nyomába szegődni, és, és nyilván így kezdődik el az, az, az a fajta karakterfejlődés, ami, ami hát szerintem leginkább amúgy Somersetre, azaz Morgan Freeman karakterére jellemző. Ö, Ideig valójában semmi különös. Tehát egy fiatal és egy időzsarú egy sorozatgyilkos nyomában. Azért ezt, ezt már szerintem láttuk 820 helyen, de van jó pár olyan dolog, ami egyedivé teszi ezt az egész történetet. Amiben a hetedik ö, mégis egy kicsikét más tudott lenni, az ö, már gyakorlatilag a főcímben különleges, sötét és rendkívül nyomasztó hangulat. A filmtörténet egyik Legkeserűbb befejezését tartogatja amúgy számunkra a film. Tehát azért van jó pár olyan dolog, ami, ami ami szerintem érdekes ebben az egész történetben. Az Empire magazin kritikusa szerint a hetedik nem egyszerűen egy film, hanem egy pszichológiai utazás gyakorlatilag a poklon keresztül, vagy legalábbis ezt írták a, a kritikájukban. Ö, tulajdonképpen az ördögűző óta nem készült ennyire sötét ö, és intenzív és rémisztő nagy hollywoodi horrorfilm, ahogy írták. A hetedik a zsigerekig hatol és ott is marad, írták ebben a, ebben a kritikában. Már rögtön az első gyilkosság helyszíne, ahol a, a, a mohósága miatt meggyilkolt halára etetett áldozatot ö, megtalálják, és egyszerre undorító, nyomasztó, folytogató és ö, és innen csak egyre mélyebbre visz gyakorlatilag az út, a kapzsiság, a lustaság, a kevéség a bujasság, az irítség és a harag bűnösei mind meglakolnak ugye a, a, a gyilkosnak köszönhetően. Kevin Spacey-t szeretem, ezt tudjátok jól, még annak ellenére is, hogy volt ez a, ez a rettenetes botránya, ami utána ugye elvileg fölmentették a bíróságon. Azt ö, nyilatkozta a filmről, hogy amikor megkaptam a hetedik forgatókönyvét, az volt az első gondolatom, hogy Brad Pitt és Morgan Freeman minden filmjében győz. Most viszont nem. Nagyon nem. Mondta Kevin Spacey. Ö, de csak azunk, azután kerülhetett soram úgy az interjúra, hogy bemutatták a filmet. Na most, hogy ez miért volt fontos? Addig ugyanis a legszigorúbb... Ö, titoktartás övezte a produkciót és, 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 a hozzávaló csatlakozását. Olyannyira, hogy a színész neve a plakátok és az előzetesek mellett még a nyitós táblistán sem szerepelt, nagyon érdekes, amúgy ilyen nem nagyon szokott megtörténni. Nehogy valaki mondjuk végig arra koncentráljon, hogy mikor tűnik már fel a vásznon emberünk. Egyes források szerint Fincher még így is majdnem lecserélte őt, amikor megtudta, hogy pár hónappal a hetedik előtt moziba kerülő közönséges bűnözőkben kit is játszik valójában. Ugye nyilván ismeritek azt a filmet is, biztos vagyok benne, hogy láttátok, ott sem, ott is hasonló a szituáció, hogy később derül ki, hogy valójában ő a gyilkos. Tulajdonképpen a film során fontos mérföldkő, amikor a gyilkos besétál a rendőrfőkapitányságra, az egyik áldozat a vérében ázó ingben. Úgyhogy ezt most meg is nézzük egy pillanat. Nem hogy igen, fogok mondani. Itt vagyunk. Itt vannak a csodasaruk. A felesége kereste, vegyen magának egy rögzítőt. Ugye egész eddig, egész eddig nem találkoztunk ugye, a gyilkosnak a karakterével, és ennél, hogy is mondjam, durvább szituációt roppant nehéz elképzelni. Szavassz, Exitus! Mint hogy besétál a gyilkos, saját akaratából kifolyólag a rendőr főkapitányság kellős közepére vérázta a pólóban, ami hát nyilván valamelyik áldozata vérének köszönhető. Nagy újdonság. Jomozó ja, úr! Engem keresnek. Az! És mindezt ilyen hideg vérrel értett, hogy engem keresnek. Tehát én vagyok az. Tehát konkrétan levonhatjuk azt a következtetést ebből az egészből, hogy, hogy a gyilkos, akit ugye Spacey alakít, szánt szándékkal tette ezt, és még azt is elvette a nyomozóktól, mint lehetőség, hogy ők maguk kerítsék ugye kézre. Tehát, tehát olyan szintű kontrollt gyakorol az egész szituáció felett, hogy az valami ámulatba ejtő, de ezzel kapcsolatban lesz majd egy későbbi jelenet is, ami pedig ami pedig az autós jelenet, de ennyire talán ne rohanjunk előre. Na most tulajdonképpen egy kicsit térjünk vissza a karakterekre, mert érdemes kivesézni azt is, hogy, hogy hogy, hogy mi a háttere annak, amilyenek és amilyennél váltak amúgy azok a karakterek, akik szerepelnek a filmben. Samuelszett például egy kiégett, apatikus, sokat látott detektív. Látszik rajta, hogy már igencsak megtörte amúgy a, a, az utcai munka. Szerbusszeri, meg a meg a rengeteg helyszín, amit ugye nyilván látott a, a munkája során, és jellemző rá, hogy belefáradt abba a, a rendkívüli közömbösségbe gyakorlatilag, ami ami ami, ami ami jellemző amúgy a társadalomra, és és, és nagyon, nagyon ki akar szakadni ebből az egészből, semmi más nem vár, mint hogy végre nyugdíjazzák. Tehát múltjáról igazából nem sokat tudunk, ö, egy apróságot talán, de az bőven elég, hogy bemutassa, hogy. Tehát te, arról van szó, hogy próbálja teljesen kizárni ö, maga mögött hagyni ezt a világot, még úgy is, hogy mélyen legbelül nem feltétlenül ezt akarja. Zseniális pillanat amúgy a karaktere kapcsán az ágya melletti metronom, hogyha emlékeztek, aminek a folyamatos kattogására próbál elaludni. Tehát valójában az üresség szimbólumának, amit a metronom szimbolizál, elhajítása magától a film vége felé, az egy, az egy roppant érdekes és fontos pillanat, mert ott, ott eléggé nagyot fordul amúgy a karaktere. Tracy, akit amúgy Gwyneth Paltrow és társa Mills Brad Pitt is alaposan belemásznak a fejébe. Lényeg, lényeg a lényeg, hogy teljesen átalakul a végére a karakter. Legvégül viszont mégis a gyilkos John Doe, azaz Kevin Spacey cselekedetei késztetik amúgy arra, hogy nem nyerhetnek az ilyesfajta, emberek, És szükség van olyanokra, akik hajlandóak ezért a világért küzdeni. Ez is a filmnek az egyik befejező monológia. Némi kigésre is volt utalás, Free Mennél? Abszolút, abszolút. Tehát ő már egy egyértelműen kiéget nyomozó, aki, aki, aki már nem akar ettől a szakmától semmit. Azt várja, hogy tehát vágja a centit, és teljenek le a napok. Tehát, tehát ezt szeretné, viszont ezt a végére az egy gyönyörűen, hogy mondjam, gyönyörűen megfordítja a végére a rendező illetve a történet is. Mills pedig, ha belegondoltok, a szöges ellentéte Summersetnek. Tehát ezért is működik a párosuk ennyire jól a vásznon. A naív, gimisz szerelmét feleségül vevő, még hősködni vágyó Mills hisz abban, hogy az átlagemberek nem, képvesi, nem képviselik mindannyian azt a mérhetetlen közömbösséget és gonoszságot, amit társa vagy épp John Doe-val. Ám mint azt tudjuk, az ő karaktere sajnos negatív lecsengésű. Nyilván a végén ez eléggé egyértelművé válik, de, de arról majd nyilván egy kicsit később beszélgetünk. Valójában. Hogy is mondjam, nehéz, nehéz megmondani, hogy a két detektív közül melyikőjük az igazi főhős. Tehát valójában ezt, ezt nem, de nem tudjuk igazából megmondani. Mindketten kimagasló szerepet kapnak. Ami viszont biztos, hogy Morgan Freeman karaktere, William Summerset az, aki, aki pozitív irányú karakterfejlődésen esik át az egész cselekmény során. Tehát ő, ő, ő hajlandó is változni, akármennyire nem akar az elején, ő, ő, ő azért egyfajta változáson megy keresztül, és belátja a hibáit, és a film legutolsó jelenetében már egy másik emberként dönt úgy, hogy nem hagyja el a várost, és, és ezzel együtt a munkáját, melyet amúgy a film során oly eltökélten várt. Abban az esetben, hogyha pedig Mills-t tekintjük a, a, történet főhősének, akkor a történet befejezése, ha belegondoltok, több, mint tragikus. A, a naív kisfiúból nem lesz hős ebben a világban, és egy magát különlegestől teljesen távolállónak tituláló gonosz győzedelmeskedik azzal, hogy rávilágít, mégpedig arra, hogy mindannyian kvázi romlottak vagyunk. A hetedikben a film végéig nem látunk valójában egyetlen gyilkosságot sem aktívan. Tehát mindig, mindig nyilván a hullákat látjuk, meg azokat a pozíciókat, amikbe a gyilkos helyezte őket. Kevin Spacey névtelen John Doe-ja úgy lett gyakorlatilag a film filmtörténet egyik legfélelmetesebb sorozatgyilkosa. Nyilván nem említhető Hannibal Lecterrel egy lapon, de, de úgy lett az egyik legfélelmetesebb gyilkos, hogy egyszer sem látjuk gyakorlatilag ölni. Ez, ez, ez megint szerintem amúgy Fincher zsenialitására enged következtetni, mert ha belegondoltok, akkor, 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 akkor így elérni ezt, az egy kimagasló munka. Ugye ügyesen lett bemutatva a végjáték, meg Gwyneth Paltrow ott a közepétől már nem láttuk, de nem volt olyan momentum se, ahol látnunk kellett volna. Igen. Igen, igen, igen. De azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy volt például másik ö, féle fajta befejezés, de erre majd, majd mindjárt kitérek. Na most ö, semmi más nem látunk gyakorlatilag, csak csak a, a, a gyilkosságok gyomorforgató helyszíneit, a gyilkos által hátrahagyott jeleket. De a gyilkosság ugyanúgy nem látható, meg nincs, ahogy, ahogy valójában happy end sem. Mivel a gyilkosság csak a film, mivel a csak a film végén találkozunk, Fincher úgy gondolta, hogy, és ez egy nagyon-nagyon egy -nagyon zseniális húzás szerintem a rendezőtől. Tehát Fincher úgy gondolta, hogy lessük meg az elején, munka közben. Tehát amikor még nem is tudod, hogy mire számíthatsz, hogy miről fog szólni a film. Tehát akkor gyakorlatilag láthatod munka közben a gyilkost. A rendkívül ö, bizarr montázs, am, ami, amit ugye a film elején látok, ö, ö, egy ö, egy, ö, egy, ö, egy Nine Inch Nails ö, remix szólalatta amúgy, amit azért, a, 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 amit azért, említsünk meg, mert Trent Reznor, a, a Nine Inch Nails frontembere később a rendező szinte állandó zeneszerzőjévé vált, és még egy Oscar díjat is hozott amúgy a konyhára a közös munka. E picit megnézzük ezt, a, ezt az intrót, mert itt talán egy kicsit, ha esetleg nem láttátok, képet kaptok arról, hogy valójában mire is gondolok, amikor Erről a montázsról beszélek, vagy hogy körülbelül hogy néz ki ez. Konkrétan, amit itt látok, az a, az a, az a gyilkos keze, aki éppen Aki írja a naplóját, aki ö, jegyzeteket készít, aki, aki ö, azokat a, az apró darabkákat vágdossa, ami, amiket majd elhelyez a, a gyilkosság helyszínén. Tehát egy, egy roppant nyomasztó, sötét és, 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 és rettenetesen torz és beteges ö, ö, intro, igazából, ha belegondoltok. Tehát eleve, eleve ezek a, ezek a villódzások, meg, meg, meg a színek ugye azt sugalják, hogy itt valami, valami roppant beteg dologról lesz amúgy végső soron szó. Tehát körülbelül így, így képzeljétek el a történetet. <kül> Amúgy, ha már így ezt, az él, ezt, a, ezt a nyomasztó látványt említettük, érdekes info, hogy a, a nyomasztó látvány érdekében víz és kőolaj keverékével permetezték a film későbbi jeleneteiben a helyszíneket, hogy azok eléggé borongósnak tűnjenek. Később ezt a hatást amúgy erősítő, erősítendő, még színkontraszt felerősítésének is alávetették alá a, alá a negatívokat, hogy így jöjjön létre a szemcsésebb, megszokottnál sűrűbb feketékkel operáló képi világ amúgy. Jó, nyilván, nyilván akkoriban azért nem volt ilyen, hogy mondjam, ilyen, ilyen, ilyen sokrétű és, 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 és működőképes a, a, az animáció, a számítógépes animáció. Nyilván kénytelenek voltak ilyen jellegű trükköket bevetni annak érdekében, hogy nyomasztóbbá váljon amúgy az egész hangulat. Na most, amiért a legtöbbet kellett küzdeniük a készítőknek, az a befejezés volt. Ebből ugyanis több volt, és többet, több, többet is kitaláltak, és mivel az eredeti verziót a dobozban Mills nyomozó feleségének levágott fejével a stúdió túl sötétnek tartotta, készült egy, egy úgymond, hát nevezzük így, hogy happy-endes változat is. Tehát ebben Somerset rájön, hogy John Doe, Mit is tervez, és megakadályozza a, a, a feleség az egyetlen ártatlan ember megölését. Aztán volt egy olyan változat is, ahol a végén Mills helyett Summerset öli meg a gyilkost. Így bár a tragédia megtörtént, mégsem ez az egyetlen, ez, hát, hogy mondjam, mégsem egy az egyben. Valósul meg, amit amúgy Dó szeretett volna, vagy akart. Csak hogy ö, jött egy figura, akit úgy hívnak, hogy Brad Pitt, és. Ö, ö, és, és azt gondolta erről a, az egészről, hogy egy olyan pasas, mint Mills nyomozó, kizárt, hogy ne lőné le a gyilkost azok után, ami történt. Végül Fincher és Pitt ö, csak azzal a feltétellel ö, vállalták amúgy a munkát, ö, ha az eredeti befejezés marad. Amúgy szerintem határozottan jól tették, most a hetediknél nem tudok elképzelni, tehát fő, főleg egy ilyen filmnél nem, nem tudok elképzelni egy happy endet. Fincher el is mondta, hogy tisztában vannak vele, hogy a film befejezése ellentétes a nézők igényeivel, de vagy ez lesz, vagy semmi. Elég, elég kompromisszummentesen mentek bele ebbe a történetbe, szerintem, szerintem ez egy teljesen helyes döntés volt. Egy kompromisszumot amúgy ö, még így is kötöttek, a film végén elhangzó idézet sem szerepelt az eredeti változatban, valószínűleg túl sötét lett volna így az egész, de végül abba belementek, hogy Számőrszett szavaival záruljon amúgy a sztori. Önst Hemingway írta egyszer, hogy szép hely a világ, érdemes harcolni érte, a második felével egyetértek ahogy mondta Summerset nyomozó. Az egyik legfontosabb tanulság a forgatókönyvírásban, azon belül is a karakteralkotásban, hogy egy-egy karakter a döntéseiről ismerkszik meg igazán, mint ahogy azt a, a, a való életben is tapasztaljuk, ugye? Ebben... Mm, ebben azért van valami. Éppen ezért tetszik Summerset utolsó pár szava és mondata, miszerint közelben lesz, és nem hagyja magára a várost, vagy a tragikus sorsú mills Egy komplex, az útja végén felismerést nyerő karakterré válik ettől gyakorlatilag. Abszolút, abszolút perfekt amúgy a vége. Tehát mondom, ez is egy, ez is egy tökéletes film Finchertől. Tehát nem véletlenül, nem véletlenül örökös ö, IMDb top úgy amúgy a, 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 film, tehát zseniális. Ma már, ö, ma már egy kicsikét szerintem máshogy működne ez a film, hogyha így a mozikba kerülne. Nem tudom, hogy egyáltalán lehetne. Tehát ilyen, ilyen ö, naturális jelleggel ábrázolni ezeket a dolgokat. Lehet, hogy lehetne, nem tudom, nem tudom, viszont lehet, hogy ma már nem verné annyira ki az inger küszöböt, mint amúgy akkoriban. Most szerintem a film ö, csúcsjelenete, ami, ami, ami a legvérpesdítőbb és, és legizgalmasabb és legikonikusabb leg, az egész hetedikkel kapcsolatban, az az autós jelenet a végén, amikor, amikor viszik John és hátul ül egy, egy rácsal elválasztva a hátsó ülésen. Egyértelműen látszik, hogy a sorozatgyilkos kezében van az irányítás. Még, még azután is, hogy letartóztatják. Ott ül bilincsben, érted? Saját maga sétál be a, a rendőrkapitányságra, véráztatta póló, vagy mi az inkben de, de végig, végig, és folyamatosan az ő kezébe van amúgy az irányítás. Zseniális. Na persze, ez is csak azért történhetett meg, hogy letartóztatják, mert ő azt így akarta. Tehát, de nézzünk, nézzünk bele egy kicsikét ebbe a jelenetbe, mert, mert a film leglényegesebb része szerintem, szerintem határozottan itt van. Inkább meg kéne köszönnie. Ugyan mit, John? Mert emlékezni fognak magára ezután. Vegye már észre, hogy csak azért vagyok itt most, mert itt akarok lenni. Nem, mert végül úgy is elkaptuk volna. Hát, tényleg? <laughs> Akkor mit csináltak eddig? Hát persze. Mulatták az időt? Játszottak velem? Ugye vagy... emlékeztek arra a jelenetre, amikor a sikátorban összetalálkozik Mills nyomozó és, 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 a gyilkos. Tehát a gyilkos ott a, abban az esetben élni hagyja. most erre is ki fog térni hamarosan. Dák, hogy megöljek öt ártatlan embert, hogy azután végre csapdába csaljanak? Árulja el, milyen kétségbe vonhatatlan bizonyíték volt a kezükben, mielőtt odasétáltam magukhoz, és jó magasra felemeltem a kezemet. Joe. És, és, és tökre igaza van, tehát valójában semmilyen bizonyítékot nem hagyott magáról. Egyetlen egy szituáció történt, amikor, amikor volt a, a, az ominózus sikátoros jelenet, előtte, hogy tényleg ott voltak a lakása előtt. Úgy emlékszem, hogy bekopogtunk az ajtaján. Ó, ez igaz. Én meg úgy emlékszem, átrendeztem a képét. Csak azért van életben, mert nem öltem meg. Jól van, de hátra. Megkínéltem. Üljön vissza! Emlékezzen erre, ahányszor csak a tükörben néz. Igen, az élete végéig. Jobban mondva, ameddig azt az életet élheti, amit engedi ezek magának. Üljön vissza, kibaszott idióta, <laughs> és fogja be a pofáját! Tehát azért gyönyörű szépen, gyönyörű szépen sikerül kihozni a Mules nyomozót a sodrából, és végső soron, ha belegondoltak. Tökre igaza van. Ez az egész szituáció az, hogy Mills él, az, hogy ők itt mennek az autóval, az, hogy, az, hogy ennek a gyilkosság sorozatnak a, a végére sikerül járni, és hogy ezzel történik valami, lesz egyfajta befejezése, ekkor még nem tudjuk, hogy milyen, csak és kizárólag neki köszönhető. Senki más nem. Gyakorlatilag egészen 2002-ig kellett várni amúgy, hogy a New Line Cinema bejelentse, hogy dolgoznak a, 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 a film második részén. Kapaszkodjatok. Tehát a hetedik második részén, aminek 8, azaz 8 lett volna a címe. Nagyon sajátosan álltak amúgy neki ennek a filmnek, vagy hát itt próbálkoztak vele. Ahelyett, hogy felkérték volna walker a szkript megírására, fogták Ted... Griffin Solis című könyvét és megpróbálták átírni azt. Érdekes. A nyolcadik elvileg a telepatikus képességekkel rendelkező Summersetre fókuszált volna, aki egy hozzá hasonló erőkkel rendelkező sorozatgyilkos ügyében nyomoz. Eleve, eleve már a koncepció olyan, olyan érdekes. Fincher természetesen azonnal leszögezte, hogy neki ez semmi köze. A projekt azonban végül odáig sem jutott el, hogy megtalálja a rendező utódját. A stúdió különösebb indoklás nélkül amúgy elkaszálta az egészet. Noha pár évvel amúgy a korábban a, a Bárányok Hallgatnak esetében már elhalmozott pszichotriller díjakkal az akadémia a hetedik alkotóinak szemét kiszúrták egy szemjelöléssel. Tehát az is a legjobb hangvágás kategóriában történt, és hogy melyik öt alkotást jelölték abban az időben, illetve abban az évben a legjobb filmdíjára. A győztes nyilván a rettenthetetlen volt, az is 95-ös, ezt, ezt azért úgy meg tudom érteni. Ott volt még az Apollo 13, ami hát meg, megint csak egy, 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 egy egész jó film volt, és jelölést kapott ebben az évben még az értelem és érzelem, a Béb. Tudjátok a malacos? Tehát a Béb. Hát szóval ö, most hogy mondjam nektek, tehát azért a hetedik, hetediket és a Bébet nem feltétlenül lehet összehasonlítani. Tehát ö, olyan színészi kvalitásokat látunk a Vásznon, hogy ez valami elképesztő, és és ott van ez a malacos förmedvény, hát szóval persze nyilván aranyos film a Béb, de de, de, de ha már oszkárdi jelölésekről van szó, akkor talán talán, talán a hetedik befért volna ebbe a, ebbe a csoportba. Szerencsére amúgy az utókor máshogy gondolta, és a hetedik jelen pillanatban is az IMDB örök ranglistáján a huszadik helyen áll. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet. Remélem, hogy ö, ti is megnézitek, vagy ha láttátok már, akkor örömmel emlékeztek rá. Ez volt a képkocka.